urakat mutatok be itt nektek. Közben polgármester urat, Füstös János, és Viola Ernő tanárurat, ma az önkormányzatnál dolgozó referenst. Szeretném bemutatni nektek meghívott vendégeinket. Röviden az életútjukról olvasnék, hogy legyen képünk róluk, ami ma megtalálható az interneten, tudjuk, hogy kik is vannak itt körünkben, kiket köszönhetünk. A legfontosabb, hogy öreg diákjaink, tehát valamikor ugyanilyen itt tanuló diákok voltak ők is, mint ti, de hogy meddig jutott az életútjuk, hallgassátok. Dr. László, köszöntök tisztelettel! Április 4-én, akkor felszabadulás ünnepének mondták ezt a napot, többet magával részt vett a kommunista rezsimet kritizáló röpiratok terjesztésében. Ezért kihallgatták, megkínozták, és 2,5 év börtönre ítélték, valamint nem fejezhette be gimnáziumi tanulmányai 3. évét. 1956. júniusában szabadult, és ősszel folytathatta tanulmányait itt Csúkon. A forradalom kitörésekor a forradalmi diáktanács elnöke lett, valamint a város forradalmi tanácsának legfiatalabb tagja. Habár aktívan nem harcolt, többek között molotov koktélokat készített a szovjet tagok elleni küzdelemhez. A forradalom utása után sem menekült el, egészen 1957. februárjáig reménykedett kitartott. Majd 1957 végén mégis az élet úgy hozta, hogy az Egyesült Államokba emigrált. Ott csatlakozott a magyar emigráns közösséghez. Majd 1968-ban, ha jól mondom, Ausztriában orvosi tanulmányait kezdte meg, és miután megszerezte az orvosi diplomát, azután az amerikai hadseregben dolgozott, és az amerikai légierőnél volt alezredes. 2001-ben tért vissza és költözött haza Magyarországra családjával, feleségével, ezután pedig bőrgyógyászként dolgozott, valamint igaz polgármester le is volt. Szeretettel köszöntjük! A következő, akit bemutathatok nektek, kedves vendégünk, dr. Molnár István. Gyermek és ifjú korát is Csúkon töltötte. A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium elvégzése után a Pécsi Jogtudományi Egyetemen szerzett diplomát. 1962-től a Polgárjogi, Földjogi, Mezőgazdasági Szövetkezetjogi Tanszék volt, tanszékából gyakornok, tanársegéd, adjunktus és docens. 1970 és 72 között Tanzániai Egyetemen tanított, és a miniszterelnök szakértőjeként részt vett a tanzániai szövetkezeti törvény megalkotásában. 1984 és 86 között a jemeni arab köztársaság fővárosában volt kereskedelmi kirendeltségvezető. 1990-től a budapesti külkereskedelmi főiskola tanszékvezetője. 1994. június 1-től a szolnoki kereskedelmi és gazdasági főiskola főigazgatója, és a külgazdasági tanszék vezetője is. Szeretettel köszöntjük őt is közben. És nagyon szépen kérem önöket, hogy akkor tanár úr felvezetése után meséljenek nekünk akkor itt a diákkori élményeit. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és legkülönbözőbb tisztelettel köszöntöm a vendégeinket ezen a rendkívüli történelem órán. A rendkívüli történelem óra abból az apropóból jött most létre, hogy ugye talán nem felejtettétek, hogy a pénteken megemlékeztünk október 23-ról, illetve tegnap volt ennek a napja, egy kis volt tanítási színek. Nagyon fontos, hogy egy történelmi eseményből, ha vannak élő tanúk, tudjunk velük beszélgetni. És elnézést, egy szubjektív élménnyel vagy emlékkel folytatom. Annak idején, amikor egyetemistaként, történelem hallgatóként hazajártam,
nagyszüleimhez bementem, mindig láttam nagypapámat, ahogy ott tipázik a tűzhely mellett, és mindig eszembe volt, hogy jó lenne vele beszélgetni, hiszen 1899-ben született, és a viharos 20. századot szinte végigélte, de mindig rohantam, más dolgom volt, én úgy is tudok a törésre mindenről. Aztán évekkel kicsarkul, nagyobb életből cselettel rendelkeztem, és nagypapam nem volt közöttünk. Akkor nagyon bántam, hogy annak idején nem beszélgettem. És éppen ezért tartom fontosnak az ilyen beszélgetéseket, vagy élménybe számolókat. Pontosabban nem is élmény, hanem inkább emléke. Amelyet egy túlélővel, egy résztvevővel, aktívan megélővel tudunk folytatni. És én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. És a nagypapám éve én is beszélgették vele sokat. Pontosan amiatt. Pontosan amiatt, mert többet jelent ez, mint a történelmi száraz napjai. Sokkal élményszerű, emberközeli. És éppen ezért kérném, kérlek benneteket, fogadjátok szeretettel előadónkat, és próbáljátok meg az ő előadásukból is a lényeget kihámozni. Milyen lehetett akkor egy diáknak, milyen volt az a korszak, és hogyan élték meg őt. És tisztelten felkérném dr. Molnár Istvánt, illetve dr. Balli Lászlót utána, hogy az 1950-es évek csúrgójáról, a forradalomról, az itt kapott impressziókról tartsanak nekünk előtt is előadást. Köszönöm meg tisztelten a figyelmeteket, és én át is adnám a szót. Tisztelt igazgatónő, tisztelt polgármester úr, kedves diákok! Ne várjatok tőlem helyi beszédet. Nem akarlak benneteket a tanulásra buzdítani, ösztökélni, de néhány olyan dolgot hadd mondjak, amit talán erre serkedt néhányatokat. A 10-20%-ot az elég. A század, amiben fölnőttök, a tudásért a tanulás évszázada lesz, ha akarjátok, ha nem. Minden gondosan le van betonozva a világon, egyedül a tudás hevel szerte szét, és mindenki annyit szed és gyűjt belőle össze, amennyit csak tud. Nézzétek meg azokat az országokat, amelyek 30-40-50 évvel előtt sehol sem voltak. Dél-Koreába tehenek és kecskét legeltek azokon a helyeken, ahol most világhírű egyetemek vannak. Szingapúrral nem érdemes beszélni, mert Szingapúr egy koszos halászfalu volt, amikor én először ott jártam, és ma a világ legjobb egyetemei talán, Cambridge-et is, Oxfordot is, talán Harvardot is lepipálják sok tekintetben, és a diákok éjjel-nappal, szó szerint éjjel-nappal tanulnak azért, hogy Szingapúr megbecsült polgárai legyenek. Gyerekek, lányok, ha szólíthatnak benneteket így, én 36 éves koromban kezdtem arabul tanulni. Munka mellett rengeteget kellett dolgoznom, hogy megtanuljak arabul úgy, hogy megértessem magam és az írásolvasást belmélyedjek. Sohasem késő tanulni, sohasem késő elkezdeni, sohasem késő azt mondani, hogy most ideje van tanulni. Éppen a diák voltam, mint ti, még talán rosszabb is időként az igazgatónőnek egy-két sínytevésünkről már beszámoltam, szinte nehezen hihető, de ugyanilyenek voltunk. Csak másképp öltözködtünk, másképp viselkedtünk, és nagyobb volt a fegyelem. Tehát arra buzdítok mindenkit, hogy ne felejtsen el tanulni. Nem okvetlenül azért, hogy jó jegyet szerezzen, hanem azért, hogy az életbe helyt álljon. Segédmunkásként többször tapasztaltam, hogy az itteni fizikatudás az segített rönköt rakni, az itteni földrajztudás segített eligazodni néhány arab országba, különben igen, ezzel igazodtam volna, stb. Sohasem tudhatja az ember, hogy mikor van szükség a tanulásra vagy a tudására. Szeretném, hogyha tanulnátok. Ami pedig a konkrét kérdést illeti, 56-ban Vai Nagy Ervin vezetésével a kollégiumból és a itteni diákok együtt ide vonultak a gimnázium elé, és hát
milyen a diák, először elégetik az orosz könyveket, már elnézést, hogy ilyen durva dolgot mondok, hogy ne kelljen oroszból érettségiznünk, mert közeledett az érettségi, és majd mi keveset tudtunk, mert hiszen orosz tanáraink nem voltak, mert azok a tanárok, akik hirtelen orosz szakosok lettek az átképzés folyamán, a Czerny házas pár, stb. Ők 2-3 leckével előrébb jártak, mint mi, és hirtelen jött egy komoly orosz tanár, aki biztosan végigutatott volna bennünket. Tehát nem csak hazafiai buzgalomból, hanem félelemből is így kezdtük. Aztán folytattuk úgy, hogy itt a gimnázium előtt komoly követeléseket fogalmaztunk meg, akkor már Kovács Bandi és a többiek segítségével, és megválasztottuk diákképviselőnek azt a társunkat, Vajú Lacit, aki akkor még ugyanolyan hajas ember volt, mint én, és ugyanolyan fiatal, amit képeken meg fogjátok látni, ugyanolyan hajas, rendes, normálisan kinéző ember volt, mint én, akkor természetesen, és ő vezetett aztán bennünket, és ő vezetett olyan utakra is, amit a börtönből tapasztalni alapján fogalmaztak meg neki az idősebbek, ő pedig nekünk. Talán a legmegrázóbb élmény, amiért én többek között jogász lettem, az az volt, hogy a, kimondom a nevét, Kécses igazgató úr, akit a pártbizottság helyezett ide igazgatónak, a felvonuló diákok előtt azt mondta nekünk a széken ülve, és meglehetősen nagy nemzeti színű szavakkal felövezve, amit ő soha nem tett, hogy aki az országos események tüzében akarja megsütni ellenforradalmi pecsenyét, azt átadom nekik. És rámutatott Rudics és Gálert társakra, akik itt ültek, itt álltak a gimnázium bejárati lépcsőjén, és balonkabátba, zsebükbe szorított kézzel, ők voltak a pályázatok munkatársai, illetve az álló munkatársai, és a zsebükbe, mint később kiderült, azért csőre töltött pisztoly volt. Tehát nagyjából így kezdődött a forradalom itt, aztán elzavartak bennünket, átvették a uralmat azok az emberek Csurgó fölött, akik gyáván elszaladtak korábban, a pártbizottság egészen megszökött, és az álló egészen megszökött, és utána azért hőst csináltak magukból, hogy itt valami borzasztó dolog történt, a Kicsés csinált egy műanyilkosságot, ami hát elég szerencsésen végződött, bár meg akarták az előzőnyi mentő elvigye. Ez már embertelen volt, de megtörtént, és Csurgó lassan visszatért a kerékpárgányba, amit a régi tanárainknak köszönhetően át lehetett vészelni. A régi tanárainknak óriási hálával tartozunk, ha valaha hálával tartozott diákra, tanároknak, akkor mi tartoztunk, Ács, Ókos, stb. Ugye nekem nyilván Ókos számított a legtöbbet. Óriási erőfeszítéseket tett azért, hogy minket ne bántsanak. A kollégiumban, ahol laktam, esténként legalább hetenként kétszer olyan razzia volt, amit a pufajkások rendeztek, hogy mindenkinek oda kellett állni a falhoz, széttett kézzel, lábbal, átmotoztak bennünket, szétszórták az összes cuccainkat, könyvet, párnát, mindent, zsákot, mindent szétszórtak, kidobáltak a földre, és ha Cserényi igazgató nincs ott, akkor jó néhányunkat igen alaposan megvennek. A lány kollégiumban ugyanez történt, bement ez a horda, szétszórták, a lányokat ugyanígy a falhoz állították, hálóinkbe ki hogy volt, szétszórták a cuccaikat, és másnap ugyanúgy iskolába kellett menni, és ugyanúgy kellett folytatni a tanulást, és ha nincs az akkori tanári kar, akkor azt hiszem, hogy komoly baj történt volna. Már olyan szempontból, hogy mi meggondolatlan 16-17 évesek voltunk, 18, és valószínűleg kiugrottunk volna néhány ilyen legénynek, amiből hát közismert bajok származtak volna, egyszer szétvertek volna bennünket, mint hogy később ez néhányunkkal meg is történt. Tehát ez volt az a ifjúkor, amiben felnőttünk, és ekkor kaptuk meg a tanároktól azt a hallatlan erkölcsi útmutatást, ami örök életünkre, és akivel én beszélek, mint ugyanígy van ezzel, örök életünkre csurgóivá tesz bennünket.
Tehát Csurgónak ez az atmoszférája, ez a lehelet, ami a falakból árad, ami a parkból árad, arra késztett, hogy amikor életemben komoly nehézségeim, problémáim vannak, eljövök a Csurgói Gimnázium parkba, sétálok, megnézem a fákat, megnézem ott, ahol fiatal voltam, és erőt merítek ebből. Tehát a forradalom Csurgó egy alapvető változást hozott, és az alapvető változás számunkra talán kevesebb megrázkodást okozott, mint a Bajó Laci számára, akinek el kellett menekülni az országból, mert ha itt marad, akkor a Tucsek tanács, vagy más hasonló, a Tucsekhöz hasonló gazemberek, akiket népbírának hittak, ez még hadd mondjam, mert valószínűleg nem tudjátok, hogy 56-ban a megtorlást a népbíróságok törvényesítették. A népbíróság azt jelenti, hogy egy hivatásos kommunista bíró volt, és mellette kettő népbíró, aki közül legalább egynek általános iskolai végzettsége se volt. Félig analfabéta őrültek voltak, akik ugyanolyan jogokkal rendelkeztek, mint a hivatásos bírák, és halálba küldték azokat, akikkel a legkisebb ellenszenvet, akikkel ilyen a legkisebb ellenszenvet érezték. 357 hozzátok hasonló, vagy alig idősebb embert akasztattak föl, ezek az úgynevezett népbírák. Ha Laci itt maradt, és ezeknek a kvarkába kerül, akkor most valószínűleg nem találkozunk vele. Hallgassátok meg őt szeretettel, és örüljetek annak, hogy ilyen jó körülmények között, ilyen szép gimnáziumban tanultok, és fogadjátok meg azt a javaslatomat, nem tanácsomat, javaslatomat, hogy tanulni kell, muszáj. Tanárkar, kedves lányok és fiúk, barátom, Bordán Pista, mert ugye nem professzorozunk, és nem másképp szólítjuk egymást magunk között, hiszen egy család vagyunk most ebben a pillanatban. Elmesélte egy-két dolgot, hogy tulajdonképpen mi történt 1956. októberében Csurgón. Amint tudjátok, a forradalom valójában Szegeden kezdődött el, nem akarok túl sokat mesélni erről, a szegedi diákok voltak azok, akik először elkezdtek mozdulni, aztán Budapest jött, és végül a vidék. 23-án, október 23-án Gerő Ernő, nem tudom ez a név mondani nektek valamit, akkor jött vissza, egyike volt a főkommunistáknak, akkor jött vissza Jugoszláviából Titótól, és egy olyan beszédet mondott, kb. 8 óra tájban lehetett ez, 23-án este, ami vérlázító volt. Tehát még azok a magyarok is, akik talán azelőtt semlegesen viselték el a kommunista rendszert, a kommunista társadalmat, bennük is fölfort a vér. És ekkor kezdődött el Csurgón is tulajdonképpen a forradalom. Természetesen nem lehet Budapesthez hasonlítani, hiszen itt orosz katonák nem voltak, tehát harcolni nem tudtunk. Jó lehet, próbáltunk fölkészülni rá, hogy ha jönnek, akkor amint van, azért volt egy-két géppisztoly, molotov koktélok, ilyesmitek, üveg, benzin, kanóc, meggyújtva rá a tankra, befolyik, kész, a tartak vége van. Tehát effektíve egy fegyveres harc nem volt itt Csurgón. Viszont ami volt, az az én emlékezetemben örökké megmarad. Nem azért, mert egy kicsit én is résztvevője voltam ennek, hanem azért, mert ez az iskola, ami mindig egy szellemiséget adott, ez nem volt, a Csokonai gimnázium azelőtt másképp is, tehát festett is, mindig Csokonai volt. A gimnázium fölött mindig lebegett egy szellem. Leírni nem tudom, tehát mondjuk úgy, hogy a szabadság és a tudás szelleme. Rengeteg gimnázium volt Magyarországon, de ez az iskola, higgyétek el nekem, ez az iskola mindig speciális volt. És aki ebben az iskolában tanul,
és aki Csurgón érettségizik, és úgy megy ki a világba, mindegy, hogy egyetemre, vagy magába az életbe, az mindig legyen büszke erre az iskolára. 56 után sajnos következett egy másik dátum, november 4-e, a forgó szél hadviselés, a szovjet hadsereg óriási erővel, kb. 150-200 ezer katonával, több ezer harckocsival, légierővel szétverték a magyar szabadságot. A magyar szabadságot. Jött a megtorlás, amit ugye jogászként barátom már megemlített. Én úgy gondoltam, hogy talán nincs vége mindennek, és én nem menekültem el. A 200 ezer magyar zöme már réges-régen, nem csak Ausztriában volt, már szerte a világban. Februárban viszont már három esetben szorult a burok körülöttem, majdnem elkaptak a pufajkások, de valahogy sikerült mégis megmenekülnöm, és végül édesapám keresett föl, és ő következő szavakkal, fiam, nekem jutott ez a rettenetes feladat, hogy elküldjenek. A hazából. A hazából, igen, a haza. Ma ez a szó, hogy haza, nem jelent sajnos annyit, mint jelentett nekünk valamikor. A haza, ez nem csak a népet jelenti, nem csak a hegyeket, a folyókat, a mezőt. A haza egy egységet jelent. A magyar hazán. És magyarnak lenni, higgyétek el, teljesen más, mint orosznak lenni, szlováknak lenni, vagy románnak, vagy bárminek lenni. Nekünk hivatásunk van ezen a földön. Én hiszek benne, és mindig is hittem, hogy mi magyarok bár kevesen vagyunk, de mégis az Úristen azért tett le ide bennünket, hogy így mondjam, a Kárpát-medencébe, hogy megtartsuk ezt a népet, megtartsuk ezt az országot, és védjük ezt az Európát, ami ugyan meg nem érdemelte sohasem, de mi mégis vérünket áldozva megvédjük. Menekülnöm kellett Kovács Bandi bátyánkkal, amint tudjátok, ő volt a Csurgói Forradalmi Tanácsnak az elnöke. Pár nappal később találkoztam itt Gólában, nem messze innét, tehát a határtól, és attól kezdve végig együtt voltunk rettenetes körülmények között fél éven keresztül. Jugoszlávia, hogy tudjátok, ugyanúgy kommunista ország volt. Tito pénzt kapott az Egyesült Államoktól azért, hogy minket befogadjon. Kb. 15-18 ezer magyar került Jugoszláviába. Mindazok, akik nem menekültek el az első pillanatban, hanem tényleg vártak az utolsó percig, hogy hát, ha valami történik. Ahogy említettem, borzasztó körülmények között éheztünk, lerongyolódtunk, betegek voltunk, csáktornyán lázadás is tört ki ezért, természetesen abban is részt vettem, mert ugye nem maradhattam ki. És végül Franciaországba kerültünk Kovács Bandi bátyámmal. Az útjaink ott szétváltak, ő Franciaországból ugye Svájcba került, én pedig miután leérettségizni itthon nem tudtam a körülmények folytán, hogy a börtönbe, akkoriban nem lehetett érettségizni kommunista börtönbe, főleg nem politikai foglyoknak. Én Franciaországból szó szerint átszöktem egy barátommal Németországon keresztül Ausztriában, és végül ott érettségiztem le. 3 évvel később, mint az életkorom kellett, tehát nem 18 évesen, hanem 21 évesen. Az Egyesült Államokba kerültem, aztán állampolgár lettem, visszamentem Ausztriába, előtte a Radgősz Egyetemen politológiát, történelmet hallgattam, Lajos Egyetemen orvosi technológiát, teológiát is hallgattam, és végül a Grazba elvégeztem az orvos egyetemet, és a Michigéni Egyetemen pedig volt a kiképzésen, tehát 13 év egyetemi tanulás után kimentem praxisba, és utána pedig beléptem az amerikai légierőbe, és tulajdonképpen a légierőben úgynevezett flight surgeon voltam, nem tudom, hogy biztos nem tudjátok ez mit jelent. Flight surgeon az orvos, aki ugyanolyan katona, mint a többi,
egy hónapban kétszer kell repülni, legutolsó F-16-os vadászgép volt, persze, amikor már az életkorom előre haladott lett, akkor már nem repülhettem, de előtte igen. Külön a Maxwell Egyetem, régen ezek az egyetemén külön kiképzést kaptunk, egy úgynevezett katonai orvosi ellátás, ami kicsivel más, mint a normális polgári orvosi ellátás. Több számtalan bevetésem voltam, küldtek, kihelyeztek, illetve vezényeltek egy taszára is a déli szláv háború idején. Aztán 2000-ben nyugdíjba mentem, egy hónapig voltam nyugdíjas, aztán Budapesten, amerikai tulajdonban levő klinikán elkezdtem dolgozni. Tulajdonképpen nem bőrgyógyász, én bőrsebész lennék tulajdonképpen, de mai napig is dolgozom még keveset, minden másik hétvégén, most szombaton is dolgozni fogok. A feladatom főleg bőrrákokkal foglalkozom, és kozmetikai sebészetet is csinálok. A hölgyeknek, ugye az arcukon egy kis átalakítást. Ez lenne jobb az életem. De valamit hadd hagyjak én is nektek, ugye a Pista barátom már elmondta mindazt, amit ő gondolt. Valójában csatlakozom én is. Tanuljatok! Elsősorban ismerjétek meg a hazátok történelmét. Mert sajnos úgy látom, hogy nem elég a magyar fiatalok között a történelem iránti érdeklődés. Most aki a történelmet nem ismeri, higgyétek el, annak az élete más lesz, mint azoké, akik ismerik. Talán tudjátok ezt a latin közmondást, hogy historias magistra vitae, tehát a történelem az élet tanítómestere, és ez valóban így van. Ha a történelmet nem ismeritek, és a magyar irodalmat, elsősorban a saját népünk irodalmát, akkor nem léptek ki az életbe olyan felkészültséggel, amivel talán mi kiléptünk annak idején. Tanulni kell, mert nincs más megoldás. Higgyétek el, hogy a tanulás az éppen rövid. A tudás az a legnagyobb dolog, amivel rendelkezhetünk. Lehetsz gazdag ember ma, holnap jön egy világgazdag, vagyonod eltűnt. De a tudásod az megmaradt. És tudás nélkül nincs élet, tudás nélkül nincs nemzet, tudás nélkül nem lehet egy országot vezetni, tudás nélkül nem lehet egy országot fölépíteni, mert csak is a tudás és semmi más az, ami megmarad és amire törekednünk kell, valamennyi ötöknek, még nekünk is, én még mindig 5-6 órát olvasok naponta, elsősorban történelmet, mert az érdekel engem a hadtörténelem, főleg első, második világháború. Két éve végigjárt az első világháború olasz harcterén, ezt is javasolnám nektek, talán az iskola tudna rendezni egy ilyen utazást, de isonzói csaták vidékére, aztán menjetek el Székelyföldre, aki még nem volt, hogy több ezer testvérünk él, ismerjétek meg a népeteket. Ismerjétek meg azt a népet, amikhez tartoztok, mert higgyétek el, magyarnak lenni, ahogy mondtam, büszkeség, és mi egy áldott nép vagyunk, Isten kiválasztott népe, ezt hiszen, ezt a történelmi folyamán sokszor bebizonyítottuk. Tehát legyetek büszke csurgói diákok, és amikor eljön az érettségi napja, akkor ne úgy nézzetek vissza, hogy jaj, Úristen, végre, vége a 4 évnek, most aztán minden láncot ledobtunk. Ragaszkodjatok ehhez az iskolához úgy, ahogy mi ragaszkodunk. Azok, akik 50-60 éve jártunk ide. Ugye 61 éve éppen, hogy én elhagytam, el kellett hagynom ennek az iskolának a falait, de mai napig is ragaszkodom hozzá, mai napig is az emlékezetemben él, mert még egyszer ez az iskola, ez a gimnázium, ez a Csokonai gimnázium, ez egy speciális hely, ez nem egyike a sok közül, hanem egy.
valami csodálatos iskola, amihez mindig, mindörökre ragaszkodjatok. Isten legyen veletek! Köszönjük az előadás az emlékeket, megosztását. Véget ért a rendkívül történelem óra, úgyhogy kérlek mindenkit, hogy álljon.